különleges ez a nézők nélküli olimpia, mert nyilván más úgy a dobogón, ha ott vannak a nézők is, de sok helyen van öt karika, például, hogyha fölemeled azt az aranyérmet ott a nyakadban, ha jól látom, abban is benne van az öt karika, ez azért segít. Igen. Hát ez hatalmas érzés, és fölemelő érzés, hogy aranyérmet tudtam nyerni az olimpián itt Tokióba. Ez egy nagyon kedves helyszín, amúgy nekem már 19-ben az volt, illetve 18-ban is, amikor akklimatizációs táborba voltunk Japánba. És már nagyon terveztük anyával, az edzőmmel, anyukámmal, hogy meg kéne csinálni, és aranyérmet kéne nyerni. 15 év kőkemény munkája van benne, nekem is, és anyukámnak is, hiszen ő készített azóta föl. Tényleg ez egy óriási érzés számomra. Meg az is, hogy 1000 méteren 3 perc 20-at tudtam evezni, amit még senki nem evezett meg. Hát igen, idáig nem jutottam volna el a sok segítség és támogatás nélkül, amit a családomnak köszönhetek, a sok bátorító és szurkoló erőt, az ismerőseimnek, barátaimnak és a szponzoraimnak a rengeteg támogatást. Nélkülük nem jutottam volna ide. A Magyar Kajakkenu Szövetség rendkívül kitett magáért, mint mindig, most is extrém módon mindent megadtak nekünk, nekem, hogy idáig eljuthassak, és nagyon jól tudjak szerepelni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik is a segítséget, és a magyar államnak is a támogatást. Közös erővel jutottunk el ide, és ez közös siker. Mondtad ezt a 15 évet. Ha visszagondolsz, akkor itt a türelem volt a kulcsszó, mert éreztette mindig, hogy igen, benned van ez, de tudom, hogy édesanyának sokszor el kellett mondani, hogy nyugalom, nyugalom. Igen, tényleg kellett a türelem. Ha például nézzük 2018-at, ott negyedik lettem a világbajnokságon Portugáliában, és ott már nagyon elkeseredtem. Mondtam is anyának, hogy kész, én nem csinálom tovább, mert én annyira maximalista vagyok kajaksportban, főleg, hogy mindennapjaimat ennek áldozom be. És akkor mondta, hogy ne adjam, föl el fog jönni az én időm is, be fog érni az a rengeteg sok befektetett munka, és most ez be is ért. Megérettem arra, hogy olimpiai bajnoki címet szerezzek ágy 1000 méteren a királyi számban, és egy hihetetlenül erős mezőnybe el lehet mondani. És külön nagy öröm volt tényleg számomra az is, hogy Varga Ádám is indulhatott, és nemzetenként két ember indulhatott, és hogy két ilyen szuper magyar siker született. Édesanyáddal már tudtál beszélni? Nem sokat igazából, csak megöleltük egymást is, és láttam rajta azt az óriási boldogságot és megkönnyebbülést, amire már én is vártam, hogy lássam rajta. Mert azért gondolom, ez sem volt mindig egyszerű, ez a fajta közös munka, amellett, hogy nyilván rengeteg előnye van. Igazából szinte én csak az előnyét láttam ennek a közös munkának. 9 éves korom óta ő készít föl engemet, és együtt készülünk, és én megszoktam ezt a közeget. Nem volt olyan érzés bennem, nem fogalmazódott meg semmi olyan negatív érzés, hogy elegem lenne a kettőnk munkájából, és szeretnék váltani, és továbbra is együtt folytatjuk a közös munkát. Ez egy hatalmas dolog, hogy családon belül van ez a siker, és megtörtént. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül jó genetikát, amit köszönhetek apukámnak és édesanyukámnak, amit kajaksportban megkaptam tőlük.